Hát finom volt, de a húsa drágos volt szerintem. Várjál, hívnak. Jó napot, mezőnyomozó vagyok az 5. kerületi rendőrségtől. Meghalt a híres színésznő. Zafir Rosberg. Pont ő. Sajnos igen, pont ő. Jó, rendben, sietek, ott leszek. Viszlát. Tartsd a frontot, majd szólok, hogyha van valami komolyabb, jó? Okay. Majd jövök. Hello. Hello. Nem tudjátok, melyik Vladimir Steinmeier szobája? A Ganyimér! Tőlem mindig a könyvek ilyen hosszak, és senki akarja megvenni. A Ganyimér pont ó, köszönöm szépen. Szívesen. Te vagy elfogad. Te vagy olyan. Napot kívánok, mezőügynök vagyok. Napot. Hallottam arra a szírt, és elészítem. És lenne egy pár kérdésem ebből a történtekkel kapcsolatban. Az első az lenne, hogy hol volt, amikor ez a bűntény történt. Boltban voltam. És gondolom volt valami kapcsolat a Zafirral, és hogy kb. Mikor ismerte meg őt? Hát általános iskola. Utolsó pár évében is megvettünk meg rendesen. Azóta fantasztikus kapcsolatunk volt. Elhoztam ajándékokkal, rengeteg verset írtam neki. Minden letettem, és elnyertem a szívét. Figyelj, nekem tetszett a verset. Sajnálom, hogy kinevettek a többiek. Szerintem aranyos volt. Köszi, de miért vagy itt az Ivánnal? Ő egy munkó? Nem, ő nem az. Csak nem ismered elég jól. Igazából nagyon kedves. Hé, Ganyi, mert ügyet nem ismered. Van bármi ötlete arra, hogy kitelte? Csak tippeim lehetnek, de akiket gondolok, hát talán kettő barátnőjének egyike, vagy mindketten, akik az ő helyt szeretik volna átvenni. Lulu! Mezőügynök. Lala! Mezőügynök. Mivel segíthetünk? Az a helyzet, hogy hoztam egy rossz hírt, hogy meghalt a legjobb barátnőjük. Melyik barátnőnk? Sok van. Tényleg? Hát, Zafir. Ez borzalmas. Mikor? Hát, tegnap este találtuk meg a szobájában. Saját lakásába? Nagyon rosszul nézett ki. Hát, förtelmes látvány volt. És milyen kapcsolatuk volt vele, vagy honnan ismerték meg őt? Általános iskola óta. Legjobb barát. Őri barik. És nem vesztek össze soha se? Soha. Nem, soha. Semmi konfliktus. Csak ilyen apróság. Nem beszélhetünk a teljes mértékben semmi. Te múltkor mondtad nekem. Mire gondolsz? Még múltkor, 6. Amikor nem adta vissza a fésültet. Tényleg nem adta vissza. Most már nem is fogja. És ez a bencés ügy, amikor bejött neked és ő meg ne csapott rá. Jó, a szemétség is volt tőle. Tehát akkor mégis volt konfliktus. Nem. Ezeket nem mondhatjuk konfliktusnak. Mindig megoldott. Igen. Hello, az a helyzet, hogy ott voltam, nyilván láttam a színésznőt, ott néz fekszik. Néz ki, mint a plakátokon? Igen, úgy néz ki, mint a plakátokon. Jó, de nem. Elég sápat volt sajnos, szegényen nem látszott a smink. De az a lényeg, hogy ott feküdt, elég rossz állapotban nézett ki, és találtam ott egy titkos írásos levelet, amit valószínűleg az hagyott ott, aki megölte őt. És ezt kérlek szépen, Cassandra, fejtsd meg, mert te vagy az országon a legjobb kódfejtő. Jó. És ez rajtad múlik most. És hogy halt meg? Hát elvileg mérgezésben halt meg sajnos. Mérgezésben? Igen. Csak mert a házban él egy nő, aki főzetekkel dolgozik és főzeteket készít. Ő az a nő? Már vártam rá. Sötétség úrnője, boszorkány, de a barátaim Lydia Lovecraftnak neveznek. Esetleg volt valami kapcsolata Zafirral? Hát, ismertem. De a szegény mindig veszekedett, mindig sikított, nem is tudtam csinálni a rituálaimat. És egyébként mit szokott abban kogyvasztani? Szívnek, halál ellen.
Szeretem a lavendulát és a gyógyfüveket. Hallom, mennyi? Vladimir már megint ordítaszik össze-vissza. Előbb-utóbb megölöm az összeset! Jó napot kívánok, mezőügynök vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy itt mi történt. Fél órával ezelőtt hívtam. A gyerekek meghaltak. Ennél többet én sem tudok. Milyen viszonyon van a gyerekekkel? A babysitter vagyok. Ha már maga egy babysitter, akkor miért nem vigyázott a gyerekekre? Ez a feladata. 5 percre mentem ki, még beszéltem a pasimmal, nem gondoltam, hogy belehalnak. És miért vannak a szekrényben? Rosszak voltak. Üvöltöztek, idegesítettek. Nem bírom én ezt idegekkel. Ezért bezártam őket. Ez már máskor is bevált. És miért véres a kezed? Cassandra. Mezei, ezek a kódok elmosódtak. Megfejtettem az írást, ami a gyerekek kezén volt. Gagyimir. Ebben csúfolták a gyerekek őt. De hát ez lehet, hogy valami bosszú. Van még valami, megfejtettem a verset, amit adtál. A legnemesebb szív az, mely inkább vérzik, mint hogy megsebezzen másokat. Ez valami féltékenység lehet. Találtam valamit. Egy lesi videót, ami Zafirról készült nemrég. Nézd. Zafir, végre, hogy itt vagy. Már ezerszer hívtalak. Figyelj, megbeszéltük, hogy nappal nem találkozunk. Nem szabadna most itt lennem. Beszéltem-e Vladimirről? Nem, még nem tudtam, megpróbáltam, de... De muszáj, a repülőjegyek. Képzeld el, ott lennénk Hollywoodban, a shop producer, és együtt lennénk. Tudom, én is ezt szeretném. Szeretném, hogy együtt legyünk ott, és jó, ma meg fogom próbálni. Megpróbálom, tényleg. Jó. De most jó. Megyek. Jó, Zafir. Ivára féltékeny. Ő kavart a Zafirral. Nekem beszélnem kell az íróval. Az a remek összevérezte mindent, még a liftet is. Legalább hallhattál volna meg kint az udvaron, ahol elmoshattam volna utána a slaggal a vért. A macskáidról persze én gondoskodhatok, te szemét! Volt valami kapcsolata az íróval? Igen, halálba szekálta azt a szerencsétlen gyereket, aki még tehetségtelen is volt. Csatom, te lenne! Sziasztok! Vladimir, pont téged kerestek. Igen. Javíts a tanulmányi eredményeidem, mert egyfolytában csak verset írsz, és szerintem a verseid nem olyan jók. Úgyhogy hagyd őket. Ezt csak a te érdekedben mondom.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite.